az feltétlenül magánvélemény. Tehát ez nem a Vöröskereszt hivatalos álláspontja, hanem ez egy egyéni vélemény. Az én tisztem és szerepem, önkéntes vagyok a 10. kerületnél, igazából már 1992 óta látok el önkéntesi funkciót a szerepbe. Voltam 5 évig hivatásos ifjúsági szervező, emellett sok mindent csináltam, vízimentéstől kezdve az elsősegi oktatáson át sok minden. Számomra a szívügy az a katasztrófa védelem, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon aktuális probléma, és ezt a témát szeretném egy kicsit globálisabb álláspontból kifejteni, és egy bizonyos fajta más szemszögből, mint amivel a hétköznapokban találkozunk. Katasztrófa készenlét és válaszadás program az iskolákban. Bizonyára sokan tudnak a jelenlevők közül, hogy a Nemzetközi Föderáció az készített egy programot Stratégia 2010 címmel, aminek kiemelten fontos pontjai voltak a katasztrófa készenlét és válaszadás. Ez az előző, a 90-es években leszűrték a tanulságokat, hogy mi az, ami várható erre az évtizedre, és a 4 stratégiai pontból 2 a katasztrófa készenlét és válaszadás, tehát 50% a katasztrófákkal foglalkozik. Teljesen bejöttek ezek a jóslatok, mert az idei évtizedet majd, hogyha végigvesszük és meglátjuk, hogy még mi következik a következő időszakban, akkor látni fogjuk, hogy ez mennyire fontos és mennyire szükséges. Jelenleg készül a Stratégia 2020, ami a következő 10 évre tartó időszakot fogja felölni, és ennek a jelszava, illetve a mottoja a Saving Lives, Changing Minds. Tehát ahhoz, hogy megmentjük az életeket, ahhoz meg kell változtatni az elménket, illetve a gondolkodásmódunkat. Azt a hétköznapi gondolkodásmódunkat, amiben szép lassan éljük a napjainkat. És hogy ez hova vezetett, erről Al Gore készített egy filmet, a Kellemetlen igazság címmel. A film az Oscar-díjat is nyert, később Al Gore ezért megkapta a Nobel-békedíjat. Érdemes megnézni, mert egészen speciálisan vázolja föl a ránk következendő időszaknak az eseményeit, hogy mi fog történni az emberiséggel. Ez a film, ez nem egy pozitív képet valósít meg, illetve mutat számunkra a jövőről, hanem egy elég kihívásokkal teli világot fog bemutatni, amelyben lesznek éhínségek, áradások, árvizek, menekült hullámok, és nem 50-60 emberről lesz szó, hanem több száz. Ezer több millió ember fog megindulni nyugati irányba. Ilyenre volt már például a világtörténelemben, emlékezünk a Római Birodalomra, kicsit változott a klíma, kicsit változott az élethelyzet, és megindultak a barbárok nyugat fele. Most nem barbárok fognak, hanem jól képzett emberek, akik szeretnének élni. Erre fel kell készülnünk, mert nem csak keletről, illetve délről fognak jönni, mint ahogy most is, hanem Európán belül is nagy lesz a népességmozgás, számtalan ember lesz egészen lehetetlen körülmények között, és ami nagyon izgalmas, hogy nem csak minket fog ez érinteni, hanem különösen a következő nemzedéket, akikért mi felelősek vagyunk mindnyájan, hiszen az itt ülők nevelik őket, készítik föl őket, rettenetesen nehéz körülmények között, ezt persze el kell mondani, nem is csak a fizikai vagy az anyagi része, hanem leginkább az a szellemi állapot, amiben jelen pillanatban vagyunk, ez teszi igazán nehézé az oktatást, hiszen elég csak, hogyha kicsit körbenézünk a saját házunk táján, akkor már lehet tudni, hogy micsoda rettenetes nehéz kihívások elé állunk. Most ennek a filmnek a kapcsán, illetve a tanulmányok kapcsán egy megszületett egy kitűnő mondat még előtte is, a világ térképeket újra kell rajzolni. Hogy ez mit jelent? Ahogy változik a környezet, tehát a maga geológiai környezet, ugyanúgy új határokat kell húzni. Például most ugye ebben az évben történt meg, hogy a Svájcnál és Olaszországnál kellett a határokat módosítani a gletszerek elolvadása miatt. Ez egy kis területről van, szóval egy pici területről, és békés volt a határmódosítás, de hogyha komolyabban kell majd határokat változtatni, a történelem tanulsága szerint békével ritkán szoktak a határok változni, általában azokat mindig háború követi. A Vöröskeresztnek az egyik alapfeladata, hogy a civil lakosságot felkészítse azokra a lehetséges helyzetekre, illetve a katonaságot is, amit a háborúban tanúsítani kell. Gondolok itt a Genfi egyezményekre, amelyik elmondja, itt a plakátokat lehet látni felsőn, hogy mi az az emberiességes viselkedés, az az emberséges viselkedés, amit tanúsítani kell egy háborúba. Ezt a Vöröskereszt feladatának tartja, és az egyik ilyen programunk az az eszmeterjesztés. Ezt lehet kérni tőlünk, ifjúsági Vöröskereszt önkéntesek mennek is,
címszavakba, tőszavakba elmagyarázzák a fiataloknak és felnőtteknek is érthetően, hogy mit és hol és hogyan kell csinálni, és ez mit akar. Ezt régen, annak idején a sorkatonaság pótolta, ott kötelező tananyag volt, ma nincs sorkatonaság, ezért az emberek úgy nőnek fel, hogy erről egyáltalán nem is hallottak, pedig nagyon fontos egy háborúban, hogy tudjuk a háború szabályait, de nekünk számunkra nem ez a legfontosabb, hanem a természeti katasztrófákból is következő változások. A kínai népköztársaságról ugye azt érdemes tudni, hogy annak idején, amikor Mao Tse-tung, a nagy kormányos, lobogtatta a kis könyvecskéjét, akkor azt mondta, hogy Kínában él 1 milliárd ember, hogyha kínai atomháborút vállalna, akkor is meghalna benne 30 millió ember, akkor az Kínának meg se kottyanna, hiszen vannak 1 milliárdan. Tehát ilyen volt az emberekhez való hozzáállás, tehát egyáltalán nem számított az emberi élet. Na ma ezzel szemben a mai kínai népköztársaság elnöke, Hu Jintao, készítetett egy 900 oldalas tanulmányt, hogy mi várható például Kínában és az egész világban, és ott azt mondja a 900 oldalas tanulmányban a tanulmány szerkesztője, hogy a hőmérsékletemelkedés miatt elszaporodhatnak a legyek és a szúnyogok, és jelentősen nőhet az olyan járványok, például a malária kialakulásának kockázata, amelyek az apró szárnyas rovarok útján terjednek. Ez az egyik a többek között. Azon kívül ugye benne van a tanulmányban, hogy a termőföldek terméketlenné válnak a kiszáradás és az egyéb problémák miatt, ezért a lakosságnak úgy szintén vándorolni kell, illetve új területeket kell művelés alá vonni. Most az az érdekes, hogy az 1 milliárd lakosú Kínának összesen 7%-a az, ami a világból művelhető, tehát gazdasági terület. Az egész országnak, a hatalmas országnak csak az 1/3 lakható, mert a belső ott vagy sivatag, vagy 5000 méter magas hegyvidék. Tehát tessék elképzelni, hogy Indiában is vannak 1 milliárdan, Kínában is vannak 1 milliárdan, azokkal az emberekkel mi lesz, hogyha nem lesz enni. Tehát azok is valahova majd akarnak menni. És ezért fogalmazott úgy Hu Jintao, hogy a pártnak és a társadalomnak fel kell ismernie, hogy túlélésünk és fejlődésünk alapjai kerülnek veszélybe. És ez nem csak Kínában van, hanem Európában is. Erről már gondolkoznak. Egy másik film, amit idén szeptemberben került bemutatásra, ezt is nagyon ajánlom megnézni, már vetítik a mozikba, The Age of Stupid. Ez a magyarul úgy jelent meg, hogy a hülyeség kora. Itt egy főhős van, aki 2055-ben gondolkodik arról, hogy hát miért nem mentettük meg magunkat, amikor még volt rá lehetőségünk. És itt a mentés arra gondol, hogy sok mindenen kellene változtatni az energiagazdálkodásunkon, energiafelhasználásunkon, környezettudatos viselkedés, és egy alapvetően felkészülés a jövőre. És itt a jövőt, ez nagyon érdekes, hogy itt nem egy pozitív jövőt mutat, hanem látjuk ott a kép jobb alsó sarkában romba dőlt városok és égő épületek. Ez azért érdekes ez a kis kép, mert Henri Dunant szimbolikus kronológia című alkotás, Henri Dunant a Vöröskereszt megalapítója volt, mindezt mindjárt jól tudjuk. 1890-ben készített egy diagramot, és ennek a diagramnak az egyik jobb sarkában megnézzük, hasonló a kép, mint a mozi plakáton, tehát 100 év ide, 100 év oda. Látod. Ezt az idézetet sem megerősíteni, sem megcáfolni nem tudja, semmilyen hivatalos álláspont, azért érdemes elgondolkozni. 2000 évvel ezelőtt valaki azt mondta, éhínség ragály üti fel a fejét, és a föld megrendül itt is, ott is. De ez még csak kezdete a gyötrelmeknek, és ez az utolsó mondat a lényeg, hogy de ez még csak a kezdete. Tehát puding próbálja az evés, mert ugye messziről jött ember azt mond, amit akar, érdemes megnézni, hogy igaz ez vagy nem. Az idei évet legyük végig, Richter skála szerinti 7,6-es erősségű földrengés, több mint 70 halálos áldozata volt Indonéziából, Vöröskereszt mentőcsapatot küldött ki, nagyon eredményesen szerepeltek, mint ahogy annak idején a cunaminál is, de ez nagyon szép, nagyon jó, de mondjuk, hogyha ez tömeges méretekben mondjuk itt Európában történik, akkor sokkal nehezebb feladatunk lesz. Ezért fontos a felkészülés. Földrengés Olaszországban, L'Aquila város április 6-án 6,3-as erősségű földrengés rázta meg, 150 a halálos áldozatok száma, és ami nagyon érdekes, hogy 50 ezer ember vált hajléktalanná. Akik ott voltak, L'Aquilában akkor elmondhatják, hogy olyan volt, mintha bombázták volna a várost. Pedig ez egy nagyon szép kőházakból, régi kőházakból és erős épületekből felépített város volt, és az egész romba dőlt úgy, ahogy volt. Nagyon nagy munkát végeztek a segélyszervezetek, de csak felkészült emberek tudnak igazán segíteni, mert aki nem felkészült, az magával a látvánnyal szembe, amikor szembe kerül, nem tud mit tenni. És ezért nagyon fontos a Vöröskereszt szerepe.